Sziasztok! Azt hiszem, itt az ideje, hogy beszéljünk egy komoly témáról, az öregkorról. Egészen ideig azt hittem, hogy az öregkor az valahogy így fokozatosan alakul ki, vagy ahogy Seneca mondta, ami életünkből magunk mögött van, az már a halál kezébe került. Hát az a helyzet, hogy én hétfőn szembesültem azzal, hogy ez egyáltalán nem így van, ugyanis az öregkor az valahogy úgy néz ki, hogy mögé csettenkedik, aztán bum! Egyik pillanatban még fiatal voltál, aztán pedig öreg. Persze ez lehet, hogy mindenkinél máshogy és máshogy zajlik, nálam ez egy elég éles határvonal volt, és egy elég éles fájdalom a derekamban. Hétfőn még úgy, ahogy el voltam, kedden már jobban fájt, ma pedig már szinte alig bírtam felkelni, úgyhogy elvászorogtam az orvoshoz, és a váróteremben láthatók átlag életkora alapján hivatalosan is kijelenthetjük, hogy most már beléptem az öregkorba. Ez persze előnyökkel és hátrányokkal is jár. Hátrány az, hogy a társadalom perifériájára szorultam, előny viszont az, hogy jövőre az összes politikus az én kegyeimet is keresni fogja. Persze akárhogy is legyen, csüggedni nem érdemes. Ideje megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a megváltozott állapot kínál. Például szétnéztem a YouTube-on, és azt vettem észre, hogy egy igen népszerű videó kategória egyáltalán nem céloz erre a szegmensre, úgyhogy itt egy piaci rés, ezt fogom most betömni. Unboxing videó következik öregeknek. A fiatalok ugyan tudják, hogy mi ez, de a hozzám hasonló öregek kedvéért elmondom, hogy az unboxing videók lényege, hogy az ember kicsomagol termékeket, és mond róluk néhány szót. Hát lényegében ennyi. Szerintem kezdjük is el ezt a forradalmi műfajt, rögtön három terméket fogok kicsomagolni. Az egyik a Tevad Diclofenac Dolo 10 mg-os gélje, a másik a Mideton 150 mg-os filmtabletta, valamint a Flector Rapid 50 mg-os granulátum. Nem véletlenül a Tevad Diclofenac Dolo gélyével fogok kezdeni, ugyanis ezen már messziről látszik, hogy öregeknek készült, ha a fiataloknak szólna, akkor Diclofenac Jóló lenne a márkanév. Nézzük ezt a dobozt először. Színátmenetes narancssárga festés látható rajta, egyébként pedig feketével és fehérrel dolgoznak. Az egyik oldalán a doboznak pedig ott van a Braille írás, hogy a vakok, illetve a gyengénlátók is tudják, hogy mivel állnak szemben. Egy nagyon egyszerű dobozról van szó, papírdoboz, ez általában megszokott a gyógyszereknél. Nézzük meg, mi történik akkor, ha kibontom. Igazság szerint már használtam ezt a gélt egy kicsit, amikor elkezdődött a fájdalom. Hát lényegében egy nagyon egyszerű fehér tubussal állunk szemben. Látszik, hogy a tervezők a minimálra törekedtek, és természetesen egy beteg tájékoztató is ott található mellette. Ez az, amit mindig célszerű elolvasni. Általában egy nagyon hosszú, szövevényes írásról van szó. Mindenféle figyelmeztetésekkel, kik használhatják ezt a terméket, kik nem, hogyan érdemes felvinni meg ilyenek. Az első használat előtt célszerű kiszúrni azt a fém plombát, ami a gél tubusát belülről lezárja. Ez sajnos most már ki van szúrva, nem tudom nektek megmutatni, de kb. Úgy működik, mint a majonézes kupak. A kupakon található csúccsal könnyedén ki tudjuk ezt szúrni. Ez lényegében a Teva Diclofenac Dolo gél. Szerintem ennyit érdemes róla tudni kapásból, egyébként ez nem szponzorált tartalom. A következő termékünk a Mideton 150 mg-os filmtabletta, ami már csak design szempontból is sokkal jobbnak ígérkezik, mint az előző volt. Egyrészt sokkal több szín köszön vissza nekünk a dobozról. Ami rögtön megfog ebben a dobozban, hogy hiába van ugyan Braille írás a doboznak az egyik oldalán, a hátoldalán, az előlapján a Richternek, a Richter Gedeon ZRT-nek van ott a logója dombornyomással, ami szerintem egy nagyon-nagyon ütős megoldás, már csak branding szempontból is. Ha kibontjuk magát a terméket, akkor blisztereket találunk benne. Egyet már bevettem belőle, különben lehet, hogy le se tudtam volna ide ülni felvenni ezt a videót. Minden blisterben látható, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 5x2, 10 tabletta található, 3 bliszter van benne, ez pedig azt jelenti, hogy ha jól számolom, 30 tabletta van minden egyes dobozban. Egyébként a dobozon a hatóanyagot is rögtön feltüntetik, tolperizon hidroklorid, a tolperizon egyébként egy piperidén származék,
Ez egy izomlazító hatású készítmény. Hát tesókáim, ettől úgy belazulnak a paravertebrális izomcsoportjaitok, hogy lumbágó legyen a talpán, ami ezzel szembe mer menni. Viszont valami még benne maradt a dobozban. Úgy hallom, itt kotyog benne. Igen, itt is itt van ugye a beteg tájékoztató. Hát sok mindent írnak róla, például azt, hogy a tolperizom központi idegrendszeri hatású gyógyszer, amely az agyi érkatasztrófák, stroke után létrejött kórosan fokozott izomtónus kezelésére szolgál felnőttek esetében. Na hát ennyit a beteg tájékoztatóról és a dobozról. Nézzük a blistert, mert hogy ez kicsit másképp működik, mint a tubus, amit az előbb láthattunk. Úgy lehet belőle kiszedni a tablettákat, hogy itt a tetején megnyomjuk, és ezzel át is szakítjuk ezt a fém fóliát, és szabadra is kerül a gyógyszer. Ennek még szerepe lesz később. És nézzük az utolsó terméket. Ez pedig a Flektor Rapid granulátum. Ezt a logóból ítélve az IBSA gyártja, ami szerintem egy új belépő lehet a piacon, legalábbis én soha nem hallottam róluk. Na most, ha kinyitjuk a dobozt, egy nagyon kompakt elrendezéssel állunk szemben. A beteg tájékoztató nagyon szépen helyezkedik el itt a tasakok fölött. Ilyen tasakok vannak benne, ráadásul minden egyes tasak az tulajdonképpen két tasak, itt egy perforációval vannak elválasztva egymástól. Majd megnézzük mindjárt, hogy hogy kell kibontani ezt a tasakot, de itt is megnézem, hogy milyen hosszú, hogy milyen hosszú ez a beteg tájékoztató. Hát szerintem ez sokkal kompaktabb, apró betűkkel írják. Ebben mondjuk látszik, hogy annyira nem az öregekre céloztak, hiszen az apró betűket mi öregek nehezebben tudjuk elolvasni. Van viszont egy dolog, amit nem értek ebben a beteg tájékoztatóban. Azt írja, hogy ha úgy érzi, hogy a Flektor Rapid 50 mg granulátum hatása túl erős vagy túl gyenge, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. Azt értem, hogy túl gyenge a hatása, tehát olyankor nem múlik el a fájdalom, amire ezt felírták. Komolyan, hogy lehet egy fájdalom csillapítónak túl erős hatása? Nagyon gyorsan hat, vagy nagyon nagy mértékben csökkenti a fájdalmat? Szerintem ez lenne a célja, nem? Nem tudom, lehet, hogy ennek az IBSA-nak fogok erről írni, és megkérdezem, hogy mit kell érteni ez alatt. Egyébként nagyon dizájnos kis tasakról van szó. Most ezt ki is bontom, megnézem, milyen por van benne. Nincs szükség ollóra hozzá. Egyszerűen fel kell tépni a tasakot, a benne található port pedig beleönteni egy pohárba. Na hát ideig tartana maga egy unboxing videó, de hát ez egy ilyen extra kiadás, úgyhogy most egy gyors teszt is fog következni. A diclofenac gélt azt már nem használom, mert hogy itt van egy sokkal erősebb diclofenac tartalmú készítmény, úgyhogy szerintem ez jobb lesz. Ezt a port, ezt vízben kell feloldani. Egész kellemes az illata egyébként. Mondjuk az a baj, hogy már megkóstoltam délelőtt, úgyhogy nem nagyon tudok rajta meglepődni, ugyanis borzalmas íze van. Azt írják, hogy kevés vízben kell feloldani. Borzasztó rossz íze van. Enyhén mentolos, de szerintem nem ilyenre tervezték. Azért nem mondtok hozzá többet. Reggel elkövettem azt a hibát, hogy jól felöntöttem, viszont sokkal tovább tart akkor ez a borzalom. Úgyhogy ezt most megittam, de van itt nekünk még valami, aki figyelt, az emlékezhet rá, hogy itt van nekem még ez a Mideton tabletta is, úgyhogy ezt fogom most szintén egy fél pohár vízzel bevenni. No hát ez lett volna az unboxing videó öregeknek. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, egyébként pedig várom az észrevételeiteket a videó alatt. Sziasztok! Ja, én tegezhetlek titeket, mert most már öreg vagyok, ti viszont legyetek szívesek innentől kezdve magázni. Nem tudok felállni.